Ez az épület hajdan a mezőgazdaságot szolgálta Tamásiban. Volt tésztagyár, de gyümölcs és zöldségfelvásárló is működött itt, ennek megszűnése után az évek során lassan az enyészetté vált. Bátor elmondhatjuk, hogy ezt az épületet az utolsó pillanatban sikerült megmenteni az enyészettől, új köntösbe öltöztetni, új hasznos szereppel felruházni. A Tolna megyei önkormányzat által kezelt területfejlesztési és operatív program megteremtette a lehetőséget arra, hogy a ház új funkciót kapjon. Mostantól a civil szervezetek és a fiatalok székháza lesz. Nagyon sok civil szervezet működik a városban, és ezek közül nagyon sok nagyon aktív, nagyon fontos szerepet játszik a város életében. És a legtöbb civil szervezetnek a bázisa a művelődési központ, amelyet kinőttek a civilek, tehát ott tartunk most, hogy nincs már hely a művelődési központban, ezért kerestünk olyan lehetőséget, hogy egy közösségi teret alakítsunk ki, egy új közösségi teret a város civil szervezeteinek a számára, de nem csak azok fognak itt helyet kapni, de elsősorban nekik szánjuk. Ebben az épületben több tér is kialakult, ez egy újrahasznosított épület tulajdonképpen, egy elég nagy belső udvarral, amely közösségi térként használható, egy modern, jól felszerelt konferenciateremmel és több irodával. Az ötpontos civil ház egy mini művelődési ház, és szervezetileg is a Tamási Művelődési Központhoz fog majd tartozni. És talán érdekesség, hogy helyet kap itt a Városi Diáktestület, hisz ilyen is működik nálunk. A Városi Diáktestületnek a diák klubja. A fiataloknak a régi kívánsága volt, hogy legyen egy olyan helység, ahova egy picit el tudnak vonulni, ahol egy ilyen klasszikus diákklub életet tudnak maguknak kialakítani a mindennapok során. És mi már a tervezés során és a kivitelezés, de főleg az épület berendezési, eszközbeszerzése alatt lehetőséget biztosítottunk nekik, hogy beleszóljanak abba, hogy hogyan fog kinézni az ő kis birodalmuk. A civilház létrehozása egy klasszikus barnamezős beruházás, a mezőgazdasági tevékenységet mostantól a társadalmi és kulturális élet veszélyít át. Süli János a Paksi bővítésért felelős tárca nélküli miniszter, Tolna megye 3. számú választókerületének országgyűlési képviselője, a megnyitóban arról is szólt, Tamási környéke hagyományosan mezőgazdasági terület, és segíteni kell a gazdák megerősödését a vidéken. Mindig elmondtuk, hogy az atomerő mellett nem csak azt akarjuk, hogy ide érkezik forrás, vagy nem érkezik ide, hogy máshol múljon, nem is dolgozunk rajta, ebben az egyik fontos dolog. A térségnek, mint régi mezőgazdasági jellegét is megőrizze az agrártermelés, agrár rövidút, élelmiszer rövidút, hogy ebbe is a Gödöllői Agrártudományi Szakképzőintézetekkel, akik a régióban vannak, de még egy kicsit Sejjéig is elmentünk, és ott is van a Szekszárdi Agrárképző, tehát itt a fiataloknak a képzési körülményeinek a javítása, akkor az élelmiszer begyűjtés, ugye ennek keretében foglalkozunk azzal is, hogy Szekszárdon a húsiparnak a hűtőház az is a birtokunkban van, annak a közbeszerzése már egyszer meg lett hirdetve, és ott a ammónia technológia az ugye elavult, azt le kellett bontani, ott vagyunk, hogy másodszorra ki tudjuk írni, azt meg lesz, mert a környékbeli gazdák ott is el tudják tárolni, nem csak a pillanatnyi piaci ártól függ a helyzetük, hanem egy kicsit tudnak azzal is foglalkozni, hogy mik a legjobb értékesítési, illetve itt betároljuk akkor a helyi piacon, vagy a mi Spakson, ugye, ha átmenetileg fog 10 000 ember dolgozni, azt itt étkeztetni kell, az étkezéshez pedig nem azt szeretnénk, hogy a környékből felutasztatott árunak a javá az elkél a nagyban, utána mi marad, azt visszahozzuk, hanem itt tegyék meg a itteni emberek a jó minőségű árut, a hasznon, hogy nem utasztatjuk a terméket, azon megosztozzunk a gazdákkal. Fehérvári Tamás a Tolna megyei közgyűlés elnöke az ezt a beruházást is finanszírozó TOP-ról elmondta, az elmúlt ciklusban jelentős segítséget nyújtott a települések fejlődéséhez. Azt gondolom, hogy nagyon szép eredményeket ért el Tolna megye. Ha csak abból indulunk ki, hogy kezdetekkor a tervezett összeg 27 milliárd forint volt, amit fordíthattak a települések a maguk javára, ez mostanra elérte 40 milliárd forintot. Nagyjából a TOP 1 kifutotta magát, ami azt jelenti, hogy még zajlanak beruházások, még épülnek, még a pénzek felhasználása folyik, de a
Következő időszak már a tervezés időszaka, és a TOP 2-re készülünk, amelyre megyei szinten 45 milliárd forint néz ki. Ezt azért mondtam így, mert már most készülünk arra, hogy ezt megpróbáljuk megfejelni, és majd pótlólagos támogatási igényekkel megpróbáljuk a települések javára fordítani. Látjuk, hogy hasonlók a célok, mint az előző ciklusban. Ez egyben igazolás az eredeti tervezés helyességének, másodszorban pedig látszanak azért módosulások is, ami azt jelenti, hogy például most úgy látjuk, hogy talán utakra több fog majd kerülni, több pénz jut majd a TOP-ban is, és számos más olyan csökken például a munkahelyteremtéssel kapcsolatos összegek, hiszen nagyjából világcsúcson vagyunk szinte a munkaerő kihasználtsággal. Nagyon kevés a munkanélküli Magyarországon, hála Isten. És ez azt jelenti, hogy ezek a projektek beépültek a rendszerbe, és foglalkoztatják az embereket. A civilház épületének egyik felén, mintha szimbolikus lenne, megmaradtak a régi jegyek, beilleszkedve ezzel a városképbe. Míg az új rész a modernitást, a megújulást jelképezi.